Üdvözlök mindenkit a Videodron filmes csatornán, ismét egy hosszabb összefoglalóval jelentkeznénk, mégpedig a Péntek 13 sorozatról. Kélek, amennyiben tetszett a videó, egy feliratkozással támogasd a csatornát. 1978-ban bemutatták a Halloween-t és óriási siker lett. A legtöbb producent nem is az nyűgözte le, hogy milyen nagyon sok pénzt hozott a Halloween, hanem az, hogy közben nagyon alacsony volt a költségvetése. Hollywoodban hirtelen nagyon sokan úgy érezték, hogy ezt ők is meg tudják csinálni. A Halloween inspirálta filmek közül az első, mely igazán sikeres lett a Péntek 13. A forgatókönyvet Viktor Miller írta, a rendezést pedig Sonesz Cunningham vállalta magára. A skript eredeti címe Long Night at Camp Blood volt, a péntek 13 elnevezést a rendező találta ki. Amit annyira jó ötletnek tartott, hogy mielőtt még elkezdtek volna forgatni, vett egy egész oldalas hirdetést a vörályetiben, hogy felhívja a figyelmet a filmre. Bár állítólag a dolognak kettő célja volt, egyrészt befektetőt akart keresni a mozi mellé, másrészt pedig egy hasonló című projekt is készült, és ezt akarta ezzel megakadályozni. Számítása be is jött, ugyanis felhívta egy producer, aki 500 ezer dolláros a filmnek. Ezután a direktor Viktor Millerrel átdolgozta a forgatókönyvet, a nyári tábor koncepció ekkor vált véglegessé. Ennek az volt az oka, hogy a péntek 13-nak nem csak a Halloween volt inspirációja, hanem az ekkor tájban divatos, erotikus vigyátékok is. Ezután elkezdődött a casting, nagyjából ebben a tekintetben a rendezőnek az volt a koncepciója, hogy olyan fiatal színészeket keresett, akik reklámfilmekben is megállnák a helyüket. Majd leszerződtették Tom Savinit, aki a speciális effektekért volt felelős. Amikor elkészült a mozi, benyújtották a besorolóbizottságnak, akik komoly vágásokat követeltek, hogy a film elkerülje az X-es besorolást. Apró érdekesség, hogy a film végén Jason felbukkanása eredetileg nem szerepelt a forgatókönyvben. Ezt a csavart Tom Savini javasolta. Ezután forgalmazót kellett találni a péntek 13-nak, és még a rendezőt is meglepte, hogy milyen nagy az érdeklődés filmje iránt. Végül ennek köszönhető, hogy a Licit háborút a Warner, illetve a Paramount nyerte meg, és közösen forgalmazták a mozit. A siker pedig egészen elsőprő volt, a péntek 13 költségvetése 80-szorosát hozta vissza. Ezek után a Paramount megszerezte a kizárólagos jogokat, és azonnal elkezdte tervezni a folytatást. Az eredeti koncepció az volt, hogy minden évben kijön egy péntek 13 film, de sztori tekintetében nem kapcsolódnak egymáshoz. Azonban ekkor az első rész producerei azt javasolták, hogy mi lenne, ha a folytatásban Jason lenne a gyilkos. A folytatás rendezését Steve Minerre bízták, akinek tetszett ez az ötlet. A forgatás nagyjából ugyanazzal a stábbal kezdték meg, azonban Tom Savini, illetve a forgatókönyvíró nem tértek vissza. Apró érdekesség, hogy az első rész direktorával is felvették a kapcsolatot, azonban ő teljesen visszautasította azt a koncepciót, hogy Jason legyen a gyilkos. A forgatókönyv eredeti címe Jason volt, de még a munkálatok során is többször át kellett dolgozni a koncepciót. Az alapsztori az első rész főszereplőjére koncentrált volna, azonban a színésznő nem akart komolyabb szerepet vállalni a filmben. Ennek az volt az oka, hogy az első rész után zaklatt egy rajongó, és annak ellenére, hogy a színésznő feljelentette, nem volt hajlandó leállni. Amikor elkészült a filmbe, beadták a besoroló bizottságnak, akik azt kérték, hogy 48 másodpercet vágjanak ki a moziból, ellenkező esetben X-es besorolással sújtják. Ezt meg is tették az alkotók, majd utána bemutatták a filmet. Ugyan a siker határozottan visszafogottabb volt, mint az első fejezet esetében, de így is a költségvetés 20 szorosát hozta vissza. Minden esetre a Paramount nagyon elégedett volt az eredményekkel, és azonnal a zöld lámpát adtak a harmadik fejezetnek. Az eredeti elképzelés szerint a második rész főszereplője tért volna vissza, aki kórházba került, Jason pedig utána megy. Ezt a koncepciót azért kellett dobni, mert a színésző nem akart visszatérni a szerephez. Ezután a Paramount megbízott két forgatókönyvírót, hogy készítsék el a harmadik fejezet skriptjét. Innentől kezdve egyértelmű volt a Paramountnak, hogy Jason lesz a péntek 13 filmek főszereplője, és nem is akarta próbálkozni más koncepcióval. Azonban a stúdiót kicsit aggasztotta az, hogy valami extrát ki kellene találni, hogy mindenképpen el tudják adni a filmet, és ekkor jutott eszük be a 3D. Mivel ekkor még meglehetősen kezdetleges volt a technika, ezért át kellett helyezni a forgatási helyszínt, és a 3D stúdió szakembereinek is részt kellett vennie a munkálatokban. Egyébként ezek közül az egyiknek köszönhetjük az ikonikus hokimaszkot, aki javasolta a rendezőnek, hogy Jason hoki maszkot hordjon. Amikor elkészült a harmadik fejezetben, nyújtották a besorolóbizottságnak, és a péntek 13 sorozat során eddig ebből kellett a legtöbbet kivágni, hogy elkerüljék az X-es besorolást. Bár a harmadik rész sikeres volt, majdnem annyit hozott, mint az első, a Paramount mégsem könyvelhetett el óriási nyereséget. Ennek pedig az volt az oka, hogy közel 10 millió dollárt kellett arra költeniük, hogy a mozikat felszereljék 3D technikával. A 80-as évek közepére egyre inkább csökkent a közönség érdeklődése a Slasher filmek iránt. Bár a 13 sorozat nagyon sikeres volt, ekkor a Paramount mégis úgy gondolta, hogy a negyedik fejezet lesz az utolsó. Pont ezért a forgatókönyvírás során az volt a koncepció, hogy nagyjából legyen olyan, mint a harmadik rész, de záruljon Jason halálával. A második, illetve a harmadik fejezetet dirigáló Steve Miner kiszállt a produkcióból, és a helyére érkezett Joseph Zito. Az írással a stúdió először zito bízta meg, de ő bevont forgatókönyvírókat is a munkálatokba. Bár a rendezőnek voltak problémái a forgatás során és több színésszel is összeveszett, de sikerült időben befejezni a munkálatokat. Pont ennek is köszönhető, hogy a péntek 13-4 azon ritka filmek közé tartozik, melynek előre hozták a bemutatóját, ugyanis bőven befejezték időre. Az eredeti forgatókönyv szerint a negyedik rész végén levágták volna Jason fejét, de ezt az utolsó pillanatban megváltoztatta a stúdió, hogy nyitva adja a kiskaput a folytatásnak. Annak ellenére, hogy folyamatosan pukkadtak ki a slasher filmek, a Péntek 13-4 meglepően sikeres lett, 32 millió dollárt hozott az amerikai mozikban. Annak ellenére, hogy a Paramount le akarta zárni a sorozatot, a sikerre való tekintettel mégiscsak előkészítette az ötödik fejezetet. A sorozat megújulását egy új koncepcióban látták, mely szerint minden epizódban más gyilkos van, és nem Jason tér vissza. Ezt a koncepciót szolgálja a lezárás, melyben azt akarták felvezetni, hogy a hatodik részben Tommy lesz a gyilkos. Azonban a film nem szerepel túl jól a mozikasszáknál, és a rajongók is utálták. Véleményem szerint a csökkenő bevételek mögött a slasher filmek kipukkadása áll, de a Paramount úgy gondolta, hogy megpróbálja visszahozni jason -t. Ráadásul azt el kell ismerni, hogy bár nem szerepelt túl jó, bukásnak nem tekinthető az ötödik rész, hiszen a gyártási költségvetés hatszorosát hozta vissza. A stúdió célja az volt, hogy a hatodik fejezetben jason elpusztíthatatlan szörnyetekként ábrázolja. Emellé jött a rendező koncepciója, aki kicsit humorosabban közelítette meg a karaktert, mint az eddigi filmekben. Apró érdekesség, hogy még az eddigi filmeknél állandó probléma volt, hogy meg kellett őket vágni, hogy elkerüljék az X-es besorolást, itt pont ellentétes volt a helyzet. A producerek arra kérték a rendezőt, hogy több véres jelenetet tegyen a filmbe, mert attól tartottak, hogy PG-13-as besorolást fog kapni. Végül az elkészült mozit a rajongók szerették, és a mai napig az egyik legjobb epizódnak tartják, de anyagi értelemben nem szerepel túl jól a Paramountnak még mindig megérte ezeket a mozikat gyártani, de már nem a bevétel miatt, sokkal inkább a miatt, mert nagyon olcsóak voltak. Akár úgy is fogalmazhatunk, hogy annyira kevés pénzből hozták ki a péntek 13 filmeket, hogy egyszerűen nem tudtak megbukni. Azonban a stúdió érezte, hogy valamit változtatni kell a sorozaton, és ekkor jutott eszükbe, hogy készítsenek egy crossover filmet. A Paramount leült tárgyalni a New Line Cinemával, és ez volt az első alkalom, amikor szóba került a Freddy vs. Jason. Azonban a két stúdió sehogy sem tudott megegyezni, és ezek után jött az egyik producer mentő ötlete, hogy készítsenek egy Jason vs. Kerry filmet. Majd rájöttek arra, hogy még egyszerűbb, hogyha nem használják a karakter nevét, csak a képességeit, és meg is született a Péntek 13. hetedik részének koncepciója. A rendezőnek nagy tervei voltak a hetedik résszel kapcsolatban, azonban a producerek folyamatosan lehűtötték és a 3 millió dolláros költségvetésre hivatkoztak. Amikor elkészült a mozit, beadták a besorolóbizottságnak, bizottságnak, akik azonnal x besorolással sújtották. Ezután elkezdték vágni a filmet, és további 8 alkalommal kellett beadni, mire megkapták az RS besorolást. A rendező egy interjúban azt mondta, hogy messze ez volt a legdurvább péntek 13 film, de ez már sosem fog kiderülni, ugyanis a nyersanyagok nagy részét a Paramount megsemmisítette. A hetedik rész igazán nyerte el a rajongók tetszését, anyagi értelemben pedig körülbelül úgy szerepelt, mint az előző fejezet. Bár a Paramountnak két forgatókönyve is volt, ami folytatta volna a hetedik rész eseményeit, úgy gondolták a csalódás keltő eredmények miatt, hogy változtatnak a koncepción. Két ötlet is felmerült, melyeknek egy közös pontja volt, hogy Jason nem a kristálytónál gyilkolna. Az egyik vázlat szerint beszabadulna egy városba, a másik szerint pedig valamilyen zárt helyen például egy hajón gyilkolná az embereket. A két ötletet egyesítették, és meg is született a nyolcadik rész koncepciója. Bár a rendező jelezte, hogy a forgatókönyv tele van lyukakkal, a Paramount azt mondta, hogy figyeljen a horror elemekre, és akkor ezek senkinek sem fognak feltűnni. Az eredeti skript szerint sokkal több jelenet játszódott volna New Yorkban, de nem volt rá pénz. Ezért a stúdió kérésére az utazást meghosszabbították, a New York részt pedig lerövidítették. Egyébként ezeknek a jeleneteknek a nagy részét nem New Yorkban rögzítették, hanem Vancouverben, ugyanis New Yorkban nagyon drága forgatni. A folyamatosan emelkedő kiadások miatt a nyolcadik rész költségvetése elérte az 5 millió dollárt. Így ebben az esetben már egyáltalán nem volt mindegy, hogy hogy teljesít a mozipénztáraknál. A végeredmény pedig meglehetősen keltő csupán 14 millió dollárt hozott a film. Ez volt az a pont, amikor a Paramount úgy érezte, hogy már nincs biznisz a péntek 13 filmekben, és nem akar többet készíteni. Ezért elkezdte árulni a jogokat, a New Line Cinema pedig megvásárolta azokat. El is kezdte a stúdió tervezni a 9. epizódot meglehetősen alacsony 3 millió dolláros költségvetéssel. Az első koncepció szerint az új mozi onnan vette volna fel a történet fonalát, ahol a hetedik fejezet véget ért. Az a vonal, hogy valaki felboncolja jason megeszi a szívét, majd megkapja az erejét, már ekkor megfogalmazódott a forgatókönyvíróban. Ezt az alapot még nagyon sokszor átdolgozták, majd megszületett a végleges script. A rendezéssel kapcsolatban megkeresték Toby Hooper, de nem vállalta. Ezután felvették a kapcsolatot az eredeti filmdirektorával, aki ugyan a rendezés nem vállalta, de producerként hajlandó volt beszállni a projektbe. Végül a producerek egy kezdő rendezőt, Eden Markuszt választották ki a direktori pozícióra. Ezzel el is kezdődhetett a Jason Pokorra jut forgatása. Apró érdekesség, hogy ugyan a New Line Cinema megvásárolta a paramount a franchise jogait, de a Péntek 13 címet nem használhatták. A forgatás során rengeteg probléma merült fel, főleg Eden szal a rendező nagyon sok hibát vétett, és a nyersanyagok többségét nem lehetett használni. Az általa rögzített anyagból mindössze egy 50 perces filmet lehetett volna összeállítani. Ráadásul ami igazán zavarta a producereket, hogy rájöttek arra, hogy a forgatókönyv így ebben a formában értelmezhetetlen. Ezért utóforgatásokat rendeltek el, illetve a már elkészült anyag újravágását ekkor került a film végére az a rész, ami tulajdonképpen a Freddy versus Jason-t hivatott felvezetni. Végül sikerült befejezni a kilencedik részt, azonban a rajongók rettenetesen utálták, és nagyon kevés pénzt hozott. Bár a New Line Cinema továbbra is tervezte, hogy elkészíti a Freddy versus Jason, de nem nagyon akart előre haladni a projekt. Önálló péntek 13 mozit, azonban a 9. rész sikertelensége miatt nem akartak csinálni. Ekkor előállt James Isaac, illetve Todd Farmer egy új koncepcióval. Pontosabban még csak egy kezdeményezése, mely szerint Jason teljesen eltérő környezetben mutatnák, mint az eddigi filmekben. Több ötlet is felmerült, például Afrika, az északi sark, illetve az űr. Az utolsó megtetszett a New Line cinemának, és zöld lámpát adtak a Jason X-nek. Bár a rajongókat megosztotta az alkotás, valójában a tizedik rész egészen szerethető. Arról nem is beszélve, hogy a sorozat során most először nem spóroltak a költségvetéssel, és nagyjából tisztességes összeget biztosítottak a rendezőnek. Persze ez még mindig nagyon kevés volt, mindössze 10 millió dollár, de legalább látszott a filmen, hogy költöttek rá. Viszont miután elkészült a film, a New Line Cinema egy évig dobozban tartotta, majd utána pár országban bemutatta, valahogy nem foglalkozott a forgalmazással. Például azt biztosan tudjuk, hogy az amerikai premier előtt másfél évvel egy fesztiválon már levetítették a film teljes változatát. Végső soron a Jason X nem lett sikeres, de valószínűleg ez a visszafogott forgalmazásnak köszönhető. Egy dologra azonban jó volt, mégpedig arra, hogy megágyazzon a 2003-ban bemutatott Freddy vs. Jason-nek. A New Line Cinema ekkor már körülbelül 10 éve készítette elő ezt a projektet. A saját bevallásuk szerint több mint 6 millió dollárt költöttek olyan forgatókönyvekre, melyeket végül nem is használtak. Az évek során rengeteg koncepció merült fel, ezek közül az egyikben egy szekta idézte volna meg a két gyilkológépet, egy másikban pedig feltűnt volna es is a gonosz halottakból. Sőt, volt egy olyan vázlat is, melyben Freddy és Jason mellett megjelent Pinhead is. Végül 2002-ben született meg egy olyan forgatókönyv, amire rábolintottak a producerek. A rendezéssel kapcsolatban rengeteg név felmerült, de végül Ronnie Yu mellett döntöttek, aki annak idején a Chucky mennyasszonyát dirigálta. A New Line Cinema úgy érezte, hogy valami hasonló koncepciót szeretne a Freddy vs. Jason esetében is. Azaz a film legyen látványos és véres, de közben humoros is. A koncepció pedig bejött, ugyanis a Freddy vs. Jason ugyan nem volt olcsó, de bődületes nagy siker lett. 116 millió dolláros bevételével a Rémálom sorozat, illetve a Péntek 13 sorozat legsikeresebb darabja. A stúdió elkezdett dolgozni a folytatáson, azonban előről kezdődtek azok a problémák, melyekkel az elmúlt tíz évben néztek szembe, ezért lefújták az egészet. Azonban eszükbe jutott egy másik ötlet, mégpedig az, hogy rimékelni kellene az eredeti Péntek 13-at, ugyanis a 2003-ban bemutatott texasi láncfűrészes óriási siker lett. El is kezdtek tárgyalni Michael B. produkciós cégével, ami a texasi láncfűrészest is gyártotta. Azonban volt még egy gond, meg kellett egyezni a Paramonttal, ugyanis a Nyúlász Cinema továbbra sem használhatta a Péntek 13 címet. A két stúdió megállapodott, mely szerint a reméket közösen fogják forgalmazni. A forgatókönyvet a Freddy vs. Jason alkotó párosa szállította, a rendezői pozícióra pedig adta magát a texasi láncfűrészes direktora. Az elkészült rimék pedig óriási siker lett, közel 100 millió dollár termelt világszerte. Ennek a folytatását már évek óta tervezik, többször bejelentették, hogy biztos, hogy jön, majd lefújták. Ennyi lett volna a péntek 13 összefoglaló, remélem tetszett, ha tetszett, kérlek nyomj egy lájkot. A videó alatt a leírásban megtaláltod a csatorna Patreon oldalának linkjét, ahol lehetőség van a támogatásra. Köszönöm, hogy meghallgattatok, sziasztok!